A Dili krónikában ismét fontos sorskérdéseket kérdéseket vetnek fel a megszólalók. Kedves nézőink, a tegnapi választások után számunkra a legégető probléma a kettős állampolgárság ügye. Hány igennel szavazzanak a szomszédaink? Ez ma még egy bonyolult kérdés. Körkapcsolásunkban kíváncsiak leszünk néhány véleményre. Ki mit gondol a határ innenső és túlsó oldalán? Először Budapestről jelentkezik Lista -pista magyar parlamenti képviselő. Barátaik, hogyha mi azt mondjuk nem, nem azt jelenti, hogy titeket nem szeretünk. Egyáltalán nem azt jelenti. Higgyétek el nekünk. Csak nem tehetünk másként. Ez a helyzet. Ugyanis, ha a Fidesz igent mond, akkor nekünk nemet kell mondani. Ha a Fidesz mondott volna nemet, akkor mi lennénk az igennel. Amit a győzedelmes kampányunkban hirdettünk, már nem érvényes. És kijelentem most önök előtt ünnepélyesen, minket nem zavar, ha átjön hozzánk 23 millió román. Jöjjenek csak. Most már kimondottan örvendenénk neki. Mi okozna oly nagy örömöt? Arra gondoltunk, ha mindenki, aki átjönne, esetleg hozna magával 10 kiló cukrot, 100 liter benzint, két karton cigarettát, 20 liter pálinkát, akkor egy ideig jó lenne, mert az árak kiegyenlítődnének, és a jó román cukrot megvehetném a Váci utcában, nem kellene nyomakodnom a hétvégeken a nagyváradi metróban. A múlt héten is voltam, két órát álltam sorban a pénztárnál. Többet, mint a határ. Ennyi az öröme? Még lenne egy másik jó dolog is. Ha önök románok átjönnének hozzánk állampolgárnak, akkor talán csinálhatnánk egy jó magyar foci és végre megverhetnénk a románokat. De az ön feltételezései szerint mind a 23 millió emigrálna Magyarországra, és itt már nem maradna egy sem. Kikkel akarnának játszani? Hát azokkal a moldovaiakkal, akik időközben átmennek magukhoz Kisinyovból és román állampolgárságot kapnak. Lista Pista képviselő urat láttuk Budapestről. Köszönjük a jelentkezést. Most itthonról kapcsoljuk Veres Merev urat érdekvédelmi szóvívőt. Jó napot, Veres úr! Azt ajánlom, most ne beszéljünk érdekvédelmi szervezetünk választási eredményeiről. Én is azt mondom, inkább ne beszéljünk. Arról eleget szóltak a híradók. Minket inkább az érdeke, hogyan viszonyul érdekvédelmi szervezetünk a kettős állampolgárság kérdéséhez. A mi álláspontunk egyszerű. Amikor kampányban vagyunk, akkor az ügy mellett állunk, kampányunk kívül a kettős állampolgárságot ellenezzük. Ö, most miért ellenzik? Hiszen egy héttel ezelőtt még akartuk. Akartuk, mert a szlogent a kettős állampolgársággal az image tervezünk, ellopta 100 Jenőtől, és akkor kénytelenek voltunk magunk magunkévá vallani. De ettől most elhatárolódunk, és felkérjük az anyországbarélyeket, ne tukmáljanak ránk semmit, amit nem kértünk, mert ilyen figurát mi is tudunk csinálni, és nekik se sem jó. Mi? Hát arra, hogy mi is indítványozhatunk itt egy népszavazást arról, hogy az összes Magyarországon élő magyar kapja meg automatikusan a román állampolgárságot, és akkor nem 15 millió magyarról beszélünk a Kárpát-medencében, hanem 30 millió romáról. Ne. Veres merev érdekvédelmi szóvívőt láttuk. Ismét Budapest következik. Egy másik párt színében Eszes Fidél mondja el véleményét. Hát drága határon túl testvéreim, igen, 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 háromszor is igen. Mit mondhatnánk mást, ha a szocialisták és liberálisok nemet mondanak? Akkor mi igent kell mondjunk. A mi sorsunk egyforma, mi testvérek vagyunk, egy törzs végtagjai. Úgyhogy részünkről igen. Igaz, egy kis különbségnek azért kellene lennie közöttünk, s köztetek. Mondjuk csak annyi, hogy irodalmi példát említsek, mi magyarországiak lennénk a nagybetűs igen, és ti a kisbetűs igen. Szóval nem kapnátok szavazati jogot és letelepedést, hanem egy útlevelet, amely használható lenne Berettői falu és Püspök között, persze érvényes román útlevél mellett, és kitöltött magyar igazolványjal. Ez biztos kompenzálna titeket testben és lélekben, hiszen ti csak unión kívüli másodrangú külhoniak vagytok. Úgyhogy a vasárnapi népszavazáson a székelyhimnusz dúdolva és a jó kalotaszegi köművesekre gondolván határozott igennel fogunk szavazni. Köszönöm, drága Fidél úr! Most itthonról kérdezünk valakit, aki igazából érintett ez ügyben. Kollégái Márton bácsit hívták a Székely udvarhelyi stúdióba. Jó napot, Márton bácsi! Hall minket? Ha ma hogy ne hallanám is, úgy ordítozik, hogy a fülem is faj, no? Ha nem vagyok én nagyot halló, csak egy kicsit sikát. Bocsánat, Márton bácsi, akkor csendesebben kérdem. Szeretne ön kettős állampolgár lenni? Hát, melyik kettőre gondol, Már nagyon nem mindegy az, hogy rá. Maga például magyar állampolgár lehetne, anélkül, hogy Magyarországra költözzik. Érti Márton bácsi? Most tárgyalnak erről Magyarországon, és népszavazás is lesz emiatt. Az a sok veszekedés a tévében, és az újságot emiatt, emiatt van. A nem kell, nem nekem. De nekem jó, úgy is, ahogy most van. Üzenje meg a kisasszony nekik, ne veszekedjenek miattam ott Budapesten. Ne fáradt szakmagikot miattunk, már nem akarnak a szabad székelyek külhoniak lenni. Á, ezt kapunk mi még majd szalszenőtől, székely állampolgárságot, ennél inkább kivarmaztuk. Maga aztán jól megmondta Márton bácsi, jó bátron. Mi a foglalkozása, hogy ilyen határozott és ilyen eredeti véleménye van a dolgokról? Ha nagyon sok mindenhez értek, mint minden rendes széke ember, de most nyomdás uh, nyomdász vagyok. Nyomdász? Az egy szép mesterség. A ah, bizony akkor biztos mindent elolvas, amit kinyomtatnak. Az utolsó betűig mindent. Így van. Mit olvasott legutóbb? Ha a Magyar Szocialista Park kiadva a hogy miért kell nem már szavazni a népszavazáson című kis füzetet? Hát azt nem én nyomtattuk. Hát miért menjünk mi oda, ha? A jöjjönnek ők ide, cukrot venni, tankolni, egy panikait, és még nyomtatni se tudnak. Azt a füzetet is a székelyek kellett megcsinálják nekik ott a sok budapesti mély magyarnak. De aztán Beírtunk neki kisbötivel oda az utolsó lapra a rovás Mit hogy... írtak be, Márton bácsi? Hát az, hogy nagy az Isten, de majd egyszer ők akarnak Székely állampolgárságot, mi is nem más szavazunk majd, és ebben itt a Székelyföldön egyetértés van, nem veszekedünk, egyáltalán.